think we got something special. It's not easy all the time, no. There are fights that seem to never end, and it's amazing I can still call you my friend. 'Cause when you fall, I wanna be there to show you how you're wonderful, and nothing's ever gonna hold me back from your smile, your kiss, all the little things that make me go like this. I think it's safe to say I wanna marry you today. Searching for, and I wanna make it clear that the best thing in life is you, my dear. 'Cause when you fall, I won't be there to show you how you're wonderful, and nothing's ever gonna hold me back from your smile, your kiss, all the little things that make me go like this. I think it's safe to say I wanna marry you. Mária Intézet a népesedésért és a családokért tavaly februárban indította útjára a kincsesteket, azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a családok, szakemberek és civilek számára egy olyan platform létrehozásában, ahol közös értékekről lehet beszélgetni. A következő est vendége pedig nem más lesz, mint Király Viktor, és hát újdonsült felesége, akik itt is vannak nálunk. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Titeket. Azt hiszem, hogy ti teljesen kompaktul fogtok menni erre az estére, nem? Tehát, hogy most volt a nősülés, gyermek is megvan, ehhez nagyon gratulálunk, de hogy mint friss házasok, friss szülőként léptek majd. Hát az biztos, hogy nagyon gyorsan haladunk mindennel. Egyébként hál' Istennek hozzáteszem, nagyon-nagyon szerencséseknek érzük magunkat, hogy ennyire hogy ennyire gyorsan is, ugye szerencsére a jelek szerint egészségesen haladnak előre a dolgok, de ugyanolyan gyorsan haladnak például a felkérések is. Szóval egyébként mi nagyon boldogok vagyunk, hogy felkértek erre a beszélgetésre. Egyébként ez egy beszélgetés lesz, egy őszinte egy közönség előtt egy beszélgetés arról, mik a tapasztalataink eddig. Hozzáteszem, friss házasok vagyunk. De egy pár hónapot azért tudunk már. Igen, egy pár hónapot tudunk álltunk mögött, szóval nagyon tapasztaltak vagyunk. Csak jókról fogtok mesélni, szerintem ez a leg. Tényleg nem csak négy szem köz lesztek, hanem nagyon sokan fogják azt hallgatni, hogy ti mit fogtok mondani. Van olyan témakör, amitől esetleg egy picit tartotok, mert úgy érzitek, hogy arról lehet, hogy nem jó beszélni, vagy esetleg még nem mozogtok olyan otthonosan a témában? Nyilván a gyereknevelésről még nem tudunk annyira határozottan magabiztosan, mert meg kell, hogy szülessen. És még csak engem nevelsz. Igen, az ő nevelésről tudunk, de a gyereknevelésről még, tehát nyilván, ha megszületett, utána már könnyebb lesz igazat mondani. Tehát most még csak mi is olvasgatunk, meg filmeket nézünk, hogy hogy fogunk majd a jövőben. Viktor, milyen szemekkel néz? Olvasunk? Már aki. Az Anita olvas, én meg találtam egyik film megosztó csatornán egy tök jó sorozatot, amit együtt nézünk, minden este egy epizódot nézünk meg, mert elég hosszú epizód, ilyen egy órás, és nem is a gyereknevelésről, hanem az újszülöttnek a fejlődéséről szól, és hogy mi van annak a hátterében. Nagyon érdekes, ajánlom mindenkinek.
Hát akkor és azt hiszi, hogy tudományos témákat is betűz majd. Igen. Azt hiszi, hogy ezzel majd le van tudva a könyvolvasás. Figyelj, mert ez már ez most nagyon tetszett ez nekem, amit itt csináltok, egy kis konfliktus alakul ki. Milyen most ez a babaváros időszak, mindenben egyetértetek? Nyilván nem. Vagy, na hát akkor mondjátok el, hogy miben nem értetek egyet. Valamit emeljetek ki, tudnunk kell most már. Hogy miben nem értünk egyet? Igen. Hát gondolom, nem egyszerű, mert hogy az egy-két dolog. Hát ilyen, figyelj, én úgy, én mint fiatal, hogy kell mondani, fiatal házas? Így van. Én nem vagyok fiatal, de fiatal házas vagyok, igen. Friss házas. Jelen pillanatban nyilván nekünk is nehéz megszokni ezeket a felgyorsított élethelyzeteket. Én még mindig benne vagyok, megyek fellépni, bezárom magamat a stúdióba, ott vagyok órákon keresztül, de közben meg leszól az Anita, hogy Vik, el kell menni babkocsit nézni, és ezek új dolgok nekem, ezek új dolgok számomra, és akkor ilyenkor létrejönnek az egyetértés, vagy a nem egyetértés, hogy milyen színű legyen a babakocsi, milyen színű legyen a babaszoba. Amiben valószínűleg meg fogunk egyezni, mert nagyjából egy az ízlés. Hát csak megjegyezni, hogyha beleegyezik az ön véleményébe. Ez így szokott lenni. Tehát, hogy... Szóval, igen. És nem félsz egy kicsit attól, hogy megszületik a baba, és ugyanez lesz, tehát, hogy ott pelenkázni kell, sírni fog, és ő bezárkozik a stúdióba, és mondja, hogy ne haragudj, de most épp alkotok, hát úgyhogy... Csak nem, tehát majd egy pótkulcsot rakok el, hogy be tudjam menni, és hogyha úgy van, hogy pelenkázni kell, akkor... Nem félek tőle. Nem, én elhatároztam, hogy egyébként ez a... Otthon építettem egy stúdiót. Az a legjobb. Egy ilyen pánikszoma jelleggel. És még mielőtt tudtam, hogy gyerekünk lesz, én szerintem tudat alatt tudtam, hogy lesz gyerekünk, és ezért beszőnyegeztettem az egész stúdiót. Ezért olyan puha szőnyeg van abban az egyetlen egy szobában, a lakásban, hogy szerintem ott fog a legtöbb időmet a gyerekkel tölteni, és akkor hallgatja az zenét. Tehát zenél is. Legyen ez így, az mindenképp jó lenne. Volt olyan azért az évek alatt, most már hosszú évek óta együtt vagytok, hogy kaptatok tanácsokat mondjuk a párkapcsolatok szempontjából, vagy valaki mondjuk mondott egy gondolatot arról, hogy szerintem mitől működik jól egy házasság, és ti ez jó, de volt olyan, amire azt mondtad, hogy ez rendben nem. Van, ezt talán meg kéne fontolni. Persze mindenki szeret tanácsokat osztogatni, de néha vannak jó tanácsok is. Nem voltak. Neked eszedbe jutott valami? Mert rávágtad, hogy állandóan. Nem, csak hogy állandóan az a helyzet, hogy ha találkozunk párokkal, vagy szülőkkel, fiatal szülőkkel, akkor azért egy ilyen lavinaként jönnek a javaslatok, a vélemények, hogy mit ne csináljunk, mit csináljunk, és ugye ezt vagy elfogadjuk ezeket a tanácsokat, vagy nem. Szerintem jobb megtapasztalni a saját bőrünkön, mint másnak a tapasztalatait mondjuk, vagy az alapján dönteni, tehát mi inkább saját magunk. Bár ez egy érdekes dolog, állítom, hogy egy év múlva már ti fogtok tanácsokat osztogatni minden más baráti igen, párnak, meg gyereknevelésben mindenben. Igen, ezt így csináljátok. Már most tanácsokat adunk. Igen. Így van. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és jó látni, hogy ilyen boldogok vagytok, sugároztak. Köszönjük így van, szépen. És hogyha még többet szeretnénk megtudni arról, hogy mik lesznek a gyermeknevelési szempontjai Viktoréknak, akkor egyszerűen csak menjünk el március 2-án, és nézzük meg őket a kincs esten, ahol fel fognak majd lépni.